Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Advent sűrűjében vagyunk, az advent emberi részről várakozást jelent, és december 17-től mindig ez a várakozás, egy olyan felfokozott várakozás. Liturgia is változik, egyre közelebb kerülünk az ünnephez, ami sürgetően is hat ránk, hogy hogy állunk az előkészülettel, a lelki előkészülettel. Valóban a lelkünket egyre szebbé tesszük, hogy Jézus megszülethessék bennünk. Ezt a Szent misét Erzsébet gyógyulásáért ajánljuk föl, és köszöntjük a Sarvas Boldogasszonynak, kórusnak, a jelenlévő tagjait is. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Valakire várakozunk, akkor az utolsó időszaknak mindig olyan különleges jelentősége van. Néhány nap választ el minket karácsonytól. Törekszünk arra, hogy az előkészület ez még mélyebb, elmélyültebb legyen, hogy így az örömet is jobban átélhessük. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Könyörögjünk! Teremtő és megváltó Istenünk, Te úgy akartad, hogy ígéd mindenkor Szűz Mária méhében testet öltsön. Teljesíts kegyesen könyörgésünkre, és engedd, hogy ezt szülötted, aki magára vette emberségünket, Isten életének részesévé tegyen minket, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Halálos ágyán Jákob így szólt fiaihoz. Gyűjjetek körém, fiaim, és halljátok. A választott népről jövendől atyátok. Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted. Júda, fiatal oroszlán, a zsákmánytól kelsz fel, fiam. Azután elnyújtózkodol, s úgy fekszel ott, mint egy oroszlán, mint egy anya oroszlán. Ki merészelné azt háborgatni? Nem vétetik el a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezéri bot az ő kezéből, míg el nem jön az eljövendő, akinek a népek engedelmeskedni fognak. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának a családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Ezrom, Ezromnak Árám, Árámnak Aminádáb, Aminádábnak Nászon, Nászonnak Szalmon, Szalmonnak Boász, Ráhábtól, Boásznak Jobéd, Rúttól, Jobédnak Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia, Úriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijámnak Áfász, Ászápnak Józsafát, Józsafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Áház, Áháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manassesz, Manassesznek Ámosz, Ámosznak Józsiás, Józsiásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szalátiel volt a fia, Szalátielnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Elejákim, Elejákimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhím, Áhímnak Eliud, Eliudnak Eleázár, Eleázárnak Máttán, Máttának Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogság idejéig 14 nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is 14 nemzedék. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ahogy a szentmise elején jeleztük, december 17-től mindig változik a liturgia. Ahogy visszaidézzük az előző napoknak vagy heteknek az evangéliumi szakaszait, azok mindig vagy az előkészületről szóltak. Keresztelő Szent János alakja jelent meg előttünk, és hát azok a jövendőlések, amelyek Jézus születéséről szóltak. 17-től, tehát a mai naptól a figyelem inkább Jézus születésére irányul. Közeledik karácsony ünnepe, és az egyház a figyelmünket erre irányítja. És a Máté evangélium bevezető részének is az a legfontosabb üzenete, hogy Jézus megszületett. Kik voltak az ősei? És ezért Máté evangélista egészen, hogy Ábrahámtól egészen Jézusig felsorolja Jézusnak a családfáját, vagy nemzetség tábláját, így szoktuk mondani. És ennek nagyon fontos üzenete is van. Az egyik az, ami akkor abban az időben nagyon jelentős üzenetnek számított, hogy a Jézus az Ábrahámnak és Dávidnak a leszármazottja. Erről szólt a profécia, az Ószövetségi profécia. Máté a választott nép fiainak írja az evangéliumot, és számukra nagyon lényeges volt az, hogy Jézus a megért messiás. És az is érdekes, hogy ő Józsefnek a családfáját írja le, azért, mert az Ószövetségi emberek számára ez a genealógia, vagy ez a sorrend volt a lényeges, vagy ez a családfa volt a lényeges. Lukácsnál ez változik. Más tartott fontosnak. Ez az egyik ilyen fontos üzenet. A másik ilyen fontos üzenet, és ez rögtön a szövegből nem derül ki, csak akkor, hogyha mélyebben utána nézünk, hogy ebben a genealógiájában a Máténak négy pogány nő is szerepel. Egészen konkrétan a Kánai Támár, aztán Ráháb, a jerikói pogánynő, aztán Rút Moabita nő és Becseba, a hetita Uriásnak a felesége. Ez annyit jelent, ebben fontos üzenet van, hogy az üzenet az egyetemes. Nem csak a választott név fiaira árad ki az üzenet, tehát számára született meg Jézus, hanem az egész világ számára. Megjelennek a pogány asszonyok. És ha valaki még mélyebben utána néz a szövegnek, és elemző, hogy kik is voltak ezek az asszonyok, vagy hogyan is kerültek az üdvösség történetbe,
minden egyes asszonynak, akit most felsoroltam, az élet továbbadása nem volt olyan egyszerű. Tehát azt kell mondani, hogy rendkívül módon jutottak hozzá a gyermekhez. Ennek megint fontos üzenete van, tehát az Isten áttöri az emberi korlátokat, ahol az emberi ész, az emberi tapasztalat már úgy bukdácsol, nem talál magyarázatot valamire, úgy tűnik elakadt, akkor a kegyelem tovább gördíti az üdvösség történetet. És hogyha valaki ezt a saját életére akarja alkalmazni, vagy akár a mai életre akarja alkalmazni, akkor azt kell mondanunk, hogy mi is, hogyha előbbre akarunk lépni, akkor nagyon lényeges az, hogy a saját egyéni üdvösség történetünket átgondoljuk. Így emlékezzünk vissza az őseinkre. És nem csak a szüleinkre, hanem a származásokra, hogy honnan származunk, kik voltak az elődeink. Ott is találhatunk egy-két olyan érdekes dolgot, ami a mi szempontunkból fontos, mert valami úgy tűnik, hogy elakadt, valami nem ment tovább. Vagy csak nehezen. És hogyha a mi életünket nézzük, akkor lehet, hogy ennek nagyon fontos üzenete van. És ha valaki így visszanéz így a saját életnek, így a visszamenő történetére, családfájára, akkor találhatott olyan eseményeket, amelyek a mai szemmel nézve, mi szemünkkel nézve rendkívüli. Egy háború például, hogy hogyan menekült valaki meg a háborúba, hogy hogyan épült föl a betegségéből. Aztán hogyan alakult a kapcsolat? Tehát a mi életünk és az üdvösség történetnek, az egyetemes üdvösség történetnek a része. Szerves része. És ha itt tekintünk vissza rá, akkor mondom, mi fontos üzeneteket tudunk kiolvasni, akár a mi életünkre vonatkozóan, akár a családunk életére vonatkozóan. Hát imádkozzunk azért, hogy mi is így tudjuk szemlélni korunkat is, meg a saját életünket is, és ezekből az eseményekből tudjunk erőt meríteni, visszagondolva, és így szembenézni azokkal a feladatokkal, amik előttünk állnak. Testvéreim, Szűzanyán közbejárását kérve, forduljunk mennyei atyánkhoz. Add, Urunk, hogy mi is a szűzanya bizalmával hagyatkozzunk a te gondviselésedre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy miként a szűzanya, úgy mi is Krisztus hordozók legyünk a világban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Krisztusi küldetésünkben álljon mellettünk szűzanyánk, a jó tanácsnak anyja. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy apostoli feladatásaink közben töltsön el minket a Szentlélek ereje és vigasztalása. Kérünk téged, hallgass meg. Halottainkat pedig minden buzgalkodásokért add bőséges jutalmadat. Kérünk téged, hallgass meg. Mennyei atyánk, ezt a szentmisét Erzsébet gyógyulásáért ajánljuk föl. Bízom abban, hogy küldetése van családja körében, és higgyen abban is, hogy ez a szükséges kegyelmi erőt megkapja. Hallgass meg, Urunk! Urunk és Istenünk, te bőségesen adott kegyelmedet mindazoknak, akik kitárják előtte szívüket. Add, hogy soha ne zárkozzunk el, hanem kegyelmedet befogadva tegyünk róla tanúságot az emberek előtt, Krisztussal, mi Urunk által. Köszönöm, hogy megtaláltad.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Szenteld meg, Urunk, egyházad adományait, és engedd, hogy szent misztériumaid által a mennyei kenyérből erőt merítsünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által, őt előre hirdette a proféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesse a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonnyal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek. És dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ezt is uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
azokkal együtt, akik távolabbról kapcsolódnak be. A Szent Liturgiában mondjuk el azt az imádságot, amely egy főpásztorunk írt ilyen esetekre. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk, isteni ajándékaiddal betelve kérünk mindenható Istenünk, töltsön el minket az a vágy, hogy szent lelked által lángra gyúlva, mint fénylő csillagok ragyogjunk, eljövendő Krisztusod színe előtt, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy ma az esti szentmisét követően, a 6 órai szentmisét követően a Sarlos Boldogasszony kórus koncertet ad. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, menjetek békével!